Sziasztok! Black Venom vagyok, és ez itt a Ascension Dödöltöm 15. része. Az előző részben ugye, hát, megcsináltam Úri kastélyát, meg Giant Build, kiszavítottam az óriásokat, és mostantól tudok venni ott Jotunt. És akkor, hát, be kell kezdeni. Ugye visszaverni itt az ostromot Barland környékén. Rengeteg szörny van. És hát egy nézőm segítségével csináltam egy fasz a kombót, mivel ugye úgy volt, hogy seregem már nem igazán volt. És utána kellett néznem guide-ot, hogy összesen milyen egységeket lehet venni. És ahogy így megnéztem a egységeket, hogy melyik a legjobb egység, ami a végjátékig kitart, az például az egyik a Fúria, a másik meg vagy a Jotun, vagy a Sárkányelő. Szerintem sárkányot fogok venni, majd itt az első sorba. De Fúriában most vettem, amit csak tudtam. Mert az a jó a Jotunban, hogy bazott nőt tud sebezni, jó mágikus ellenállás képesség minden, de nincsen armorja, tehát közharcba talán gyengébb. És a sárkányelőben meg pont az a jó, hogy van neki armor is, varázs ellenállása is, tud lőni is, meg azt mondom varázsol is, azt mondom. Úgyhogy majd azt fogok venni szerintem, de az első sorban Alexander mellé, hát Alexandert inkább belőrébb raktam, hogy az arcával kapja a sebzést, ugye. Nagyon szép, sármos király. Nem baj az, hogyha egy kicsit megkarcolják a csinos profiát. És vettem egy gyűrűt, átnéztem, hogy milyen gyűrűket lehet venni, meg összességében ebben is volt ilyen guide. Ezt majd a leírásba beküldöm, hogyha esetleg valaki akarná tekinteni. És akkor ugye van ez a villámgyors támadás gyűrű, ezt vettem itt Úri kastélyában 60 ezer aranyért. Ez ugye a sérülést, azaz a közelharci sérülést plusz 20-a megnöveli, hát az nem számít, viszont a sebesség az már igen, mivel plusz egy sebesség minden egyes egységnek, tehát a sebesség arra jó, például most 15, azaz nagyon gyors. A sebesség arra, hogy nem csak a mozgási sebességet növeli meg, hanem ez attól függ, hogy ki kerül hamarabb sorra a támadásban. Tehát, mondjuk itt vannak ezek a vámpírok, meg is mutatom. Hogy ugye ennyi fúriát vettem, már most a vámpírok eddig ők kezdték a támadást ugye. Az előző pár részben úgy volt, hogy legalábbis a vámpírok kezdték. És most a fúriák, mivel nekik is 15 a sebessége, de szerintem a fúriáknak alapból 15, ha jól tudom, és 15 a max. Szóval úgy mond, szerintem most 16 a sebességük, de jobb, mint a vámpíroké. És így könnyen le tudom szedni a vámpírokat. Hát Raffaelte meg... Raffaelnek amúgy minden ellen van mágia ellenása, kivéve tűzmágia ellen, hát ez így nem sokra megyek vele. Olyan gyenge szar Raffael. Villámos semmit nem sebez például. Hát, nem is értem, minek van Raffael, szerintem inkább ilyen supportnak használom majd, vagy valamilyen. De jelenleg semmire nem jó. De akkor leszedem azt a zászlós urat. És egy tök jó, mert mindent ki tudok szedni anélkül, hogy sorra kerülne. Igazából ez a legjobb megoldás szerintem így. Megkaptok egy 3-10 volt az arcotokba. 4. És azelőtt meg tudtam ölni. Igazából, hogy lépnének. Ez a... ebben a játékban legalábbis ez a lényeg, hogy hamarabb öld meg az ellenfeleket, mint hogy ő támadna. Nem? És akkor, na nézzük már, itt van-e. Ó, ott egy kincses láda. Még barangok vannak itt. Hadi mágusi gyűrű, mit kaptam már? Nézzük csak.
intelligencia, varázserő. Nem is rossz. Ez meg jó jöhet. Nem, még jó, hogy ide jöttem. Jó, következő sereg. És igazából ez a jó tényleg, hogy hamarabb le tudom ölni őket, mint hogy sorra kerülnek. Ha itt egy csomó ogre, vagy ez troll, nizarit, sok vámpír, megint meg arkon. Az arkon nagyon veszélyes, úgyhogy őt is hamarabb ki kell szedni, mielőtt sorra kerülne. Hát ezzel a szerencsétlenül mit csináljuk? Ez a lófasz nem sebez. Nem is csinálok semmit inkább be. 4-4. Hát... ezzel akkor azokat. Elég szépen be... kibírja a sebzést rendesen azért. Nem kell félteni a drága Alexot. Egy materassod. És már jöhetek újból is. Igazából kb. Két kör alatt véget vethetek egy harcnak. Az a jó. Ez is megvan. Ki a következő? Ezért is érjük meg fúriát. Jaj, ne a mágusok. Na nézzük, hogy... Na jó, hamarabb kezdek még az alogsánál is. Ez a jó. Ekkor hogy elsőnek azt szedem ki, mert nem akarok metavarasít a fúriáimra. Ez eléggé veszélyes. Hát ezzel még mindig lófasz nem sebzek. Zászlósorat szedem ki. Lehetnek a vajákosok. Zászlósornak annyi. Nézzem akkor azt a három sötét varázslót. És egy meteoressét kap az az egy vajákos. És ennyi. Így lehet megoldani a harcokat, nem? Még sorra se tudnak kerülni. És már szét vannak verve. Na most... hát ha ez, így kell játszani ezt a játékot, hát akkor így kell, nem? És már csak szerintem ezek vannak hátra. Ez csak mi van itt? Szétverem a fádat egy göcsön. Ez csak vark le. Inquisitor, Arkon, zászlós. Hát akkor... nem is tudom. Mi akkor ez a vark lett? Akkor emeknek annyi. Nézzük, hogy az Arkont meg tudom ölni, úgyhogy... így. Jaj, meg tudom ölni. Legalább Rafael ennél páros erre jó. Meghaltál. Ez az. Sok golem kipusztult. Na, még van itt sereg bőven. Van itt sereg. Jó, mik vannak itt? Csomó orgyi, bérgyíkos, varázslónő. Golem. Hát mit kezdünk a bérgyíkosra mondjuk? Na, végre van, hogy meg tud ölni Rafael. Csodák csodájára. Jó, hát...
mit szedjek ki. Mik azokat ott. Így, ne? Az a két varázsló, meg nem hiszem, hogy bármit tudnak alkotni. Szegények. Na. Ez is megvan. Harmán nincsen semmi. Nézzük már meg azt a kis hajót ott, hát ha van mögötte kincs. Kis csónak. És... Á! De jó. Hát csak rájövök, hogy hol vannak ezek a kincses ládák. Mindenféle ilyen kis elrejtett helyen. Még van a szemcső, hogy tekintélyt választottam mindig. Most nem lenne ilyen sok egységem. És csak következő. Még egy csomó varázsló. Akkor kezdjük az alaksával. Nem akarok itt meteoressőt. Hát egy hármas tűzfa akkor oda. Az arkon baszki, milyen jó lenne, hogy ez az alaksa. Ilyeneket bezzeg nem lehet venni, ami ilyen baszó egység. Nem. Rá vagy készítve inkább csak, hogy ilyen szokat vegyél. A baj varázs használók közül tényleg nincsen olyan, amire azt mondod, hogy kurva jó. Most egyedüli varázs használó az kb. Az a keresztes lovag volt, de hát az se valami erős. Ez is megvan. Újabb szintlépés, ez a beszéd. Na, van egy csomó pontom, de hát még minek elosztani, amikor még nem kell. Majd ha szükséges, akkor elosztom, nem? És akkor már csak ezek maradtak? Jó, mi van itt? Egy csomó füles bagoly, vámpír, ogre, meg megint egy orkon. Na, ez a beszéd. Mit kell csinálni, baszki? Hát nem kell neki még kört sem adni. Elképesztő, hogy Raphael, aki egy baszott nagy varázs pajzsot tudott létrehozni. Ilyen nagy hatalmas varázsra is csak ilyen gyenge varázsatokat tud. Szállalmas. Ez borzasztó. Szegény Alexander bekapott egy kis sebzést az arcába. Ezért bosszút kell, hogy álljon az obréjan. Jó, van még? Erre már semmi. Hát azért Alexander csak idejön, ránéz erre a sergere, és meg is kusztul. Jó, felépítettem Alexandert. Most gondoljátok be, mi lett volna akkor, hogyha csak a sebzésre raktam volna. A sérülésre. Egyenként itt baszott nagy sejeket le fogjak a szabálni, vagy mi? A varázsot muszáj ebbe a játékba. Kamer hülye, aki nem varázslatot csinál. Varázslat nélkül itt nem lehet haladni egyáltalán. Na még itt van a várom egy. Szerintem ez az utolsó, nem? Mi vagy csomó nizarit. Bérgyilkos, egy arkon. Mindegy csapatban van egy arkon. Legalább pont ezért jó Raphael, hogy ezt az egy arkon megölje. Szerencsétlenje. Menni. Ezt lát arkon. Nem tudom még mi, tényleg mi ez az arkon, hogy félig ogre, félig angyar.
Van kibaszottó ronda. Szerintem ilyen bukott angyal. Nem tudom. Azt hiszem ez volt az utolsó, az összes pokolpajzatnak annyi. Igazad lehet, mert már én sem érzem több a sötét erők jelenlétét. Menjünk vissza a várbörtönhöz. Jó csata volt, szerintem is. Észrevetette is, hogy a szörnyek erősebbek lettek? Igaz, én is észrevettem. Gyakran csak két nyilvessző volt elég a letejtésükhöz. Ez csak egy-egy jelentett szama ereje növekvőben van, és vele együtt erősebbek és agresszívebbek lesznek a gonosz teremtménye is. Enaja azt mesélte, hogy te tudod, hogyan öletnénk meg őt. Őt nem lett meg ön legfeljebb visszaküldeni oda, honnan jött. Ez azonban komoly előkészületekre van szükség. Mesélj meg nekem erről. A démonnak három szív van, az egyik abban a testben dobog, ami jelenleg lelke van megszállva tart. Ez Volgát. Pontosan. A második szív a Csadeux kastély urának testében van, inkább csak volt, mert megöltem a fickót. A harmadik szív az Anshani Veliar démon szíve. Mint mindhárom a szívet sikerül megsemmisítenünk, Samael azonnal visszanyeri igazi alakját és végre sebezhetővé válik. Valami azt sugja, hogy ez a mostani alakja nem az igaz. Jók a megérzéseid, igazi alakját feladatő Samuelnek megvan léleklopás képessége, ami azt jelenti, hogy bármilyen élőlényi lelkét képes ellopni egyetlen pillantásával. Mi a szar ez? Létezik ezen valamiféle védelem? Igen, egy ősi amulett, amit egy Iliar nevű hatalmas mágus készített még az idők hajnalán. Akkor eónokkal ezelőtt rettenetes háború dúlt emberek és démonok között, amiben maga Samuel is részt vett. Az ő halás pillantásától védte Iliar amulettje az embereket. Itt Varlandba jöttem rá, hogy hol kell keresnünk ezt az amulettet. De szerint csak egyetlen amulett van, mi pedig három vagyunk. Ne aggódj, barátom, az amulett ereje nagy, azt is megvédi, hogy a hordozó közvetlen környezetében van. Ez lenne az? Majdnem. A Samael kastélyhoz vezető út veszélyekkel teli, átjutni ott képtenség, torlaszok, májkus csapdák, élőod és orkörjáratok, és mindenféle pokolpajzatok kószálnak arra. Ezt majd én elintézem, amikor Ragnarok birodalmát egyesítettem, hasonló helyzetben voltam. Nem is emlékszem arra, hogy hány rejtett csapda állt útom alakkor. Jó, akkor ez rendben lesz. De a legrosszabb az egészben az, hogy szinte alig van időnk. Samael ereje percről percre nő. Minden halál, minden ellopott lélek csak még erősebbé teszi. Nem kell már sok idő, és egyszerűen elpusztíthatatlan és megállíthatatlan lesz. Az a perc lesz az emberek világának vége. Akkor nincs más választásunk, külön kell válnunk, és egymásra párhuzamosan kell dolgoznunk. Én elpusztítom a második szívet, te megszerzed Iliar amulettjét, ennél pedig megtisztítja a Samael kastélyába vezető utat. Ott fogunk találkozni. És aztán mi lesz? Megöljük Wolfgárdot, a harmadik szív őrizőjét, amint aztán Samael sötét lelke adja Wolfgárd testét és visszanyer igazi alakját, visszataszítjuk őt a pokolba, ahol van. Még akár működhet is a terv. Akárhogy is más terv nincs. Egy hajó vár rám Leprosz kikötőjében, azzal lehajózhatunk Ajrat portjaihoz. Rendben, akkor neveztegessük tovább az időt. Induljunk hát. Király. És akkor... Semmi utalom amúgy, hogy megmentettem a városatokat, vagy valami. Látszik, nem lett harcosokat fogadni már. Csak a sötét lovókat. Na. És akkor így a narot kész is van. Akkor irány a következő föld. Giant Wheel-től nem messze van ez a barlang, és láttam itt egy baszott nagy sárkány. Meg fogtál adni, hogy mi? Én olyan nehéz egy sárkány, mi sose láttam élő sárkányt ezeket. Haha, úgy festesz, mint egy kisfiú, ki hetében most először lát kardot. Hát visszatértetek hozzám, te gyilkos emberfajzatok? Hű hangokat hallok a fejemben, te is? Hát persze, meg sose volt dolgot sár... Ó, bacsánat, teljesen megtettem. Hogy csinálja? A sárkányok képtelenek, szóval kiejtésére, torkok egész egyszerűen nem alkalmas erre a feladatra, de bennük rejlő ősi mágia hatalmas révén át tudják adni a gondolataikat. Természetesen ez csak a felnép példákra igaz. Hagyjátok abba, hogy gyilkos kreatúrák, nem harcok veletek. Mi nem akarunk téged megölni, és miért hívsz be önket folyton gyilkosoknak? Ó, ezek szerint én nem is vagytok azok. Akkor minden bizony annyit tévedtem, de ez igazából mit sem számít. Azt hiszem segítségre van szüksége, úgy tűnik, hogy megsemmisült.
Mi történt, hogy egy sárkány segíthetünk valamiben? Na, sajnos túl gyengék vagytok tihez. Lehet, hogy igazad van, de az is lehet, hogy nem. Azért mondd csak el. Igen, hallottunk. Kiszünet után egy pár napja a barlangomat sárkányvadászok támadták meg. Túl sokan voltak, a fiam elcsalt őket a barlangtól, azóta se tért vissza. Mondjátok, miért kellett ezt tennie? Nekem kellett volna feláldoznom magamat érte, nem pedig fordítva. Mi célom maradt még így az életben? Hát csak meghalnom érdemes. Azért csak ne siessd el a dolgot, lehet, hogy még ebben van fiat. Elszinte kizárt, sokat látott és tapasztalt, sárkányoknak tűntek a támadóink, a fiam pedig alig, amelyet több mint 300 éves. Túl fiatal az, hogy elmeneküljön ellenünk. Segíteni kell neki. Hát igaz, segítsünk akkor. Az igaz nevet nem árulom el neked, harcos azok, akik ismerik engem, Drogard néven is neveznek. Te is hívhagytok így. Nézd, én nevem Alexander, ez meg itt a barátom eleje. Hallottam egy emberfi harcosról és barátjáról, egy valkűről, akiket ezen a néven elindegettek. Mind az igaz, amit rólatok beszélnek, akkor tényleg lehet, hogy le tudjátok győzni azokat a sárkányokat. Láttad, hogy már mentek nyugatra, de ennek már jó pár napja. Akkor viszont nincs visszategetni valónk időnk. Eneja, ismersz engem a harc az életem, mindig készen a kalandra. Az Isten segedelmével visszahozzátok nekem a filmot, akkor nem leszek Szűkmar Guhálem kifejezésében felét emberfi harcos. Szóval az volt az a kis gyerek, aki ott volt. A kis sárkány. És akkor ők voltak azok, akik mondták, hogy menjek el innen. Állj! Nem értem. Én olyan kiállvő katona, ez a sárkány pedig az én otthonom alatt áll, és most szépen veled együtt távozik innen. Igen, egyáltalán nem érdek, hogy te ki vagy. A sárkányom is zsákmányunk, és ha ezt te nem így gondolod, akkor nézd csak körbe. Szembe szállsz velünk, eltoposom, mint egy férget. Úgy tényleg nem igazán fogják fel, hogy kivel beszélnek. Most kell, hogy tanítsuk őket. Na, akkor... Bocsi, csak kibukott belőlem, ugyan semmi baj, tetszik a dolog, melyik legyen a tét, a jobb oldal, a jobb oldal, mindkettő. Ha, tudtam, hogy ezt fogom mondani, de fogadjunk, hogy én előbölöm meg őket. Majd meglátjuk, egy kettő állam rajta. Hát igen, nem fogom hagyni, hogy megvédjük a szegény sárkányt. Na, mi van itt? Troll. Akkor jól hittem, hogy trollok. Trollok, túl, oké. Az a különbség a troll és ogre között, hogy az egyik ilyen egyenes, vagy nem tudom. De mondjuk az ogréknak rendes öt ujjuk van, a trolloknak meg három, úgy nézem. Igazából nem sokkal különböznek. Na, akkor szedjük széjjel mondjuk elsőnek ezeket a golemeket. Itt ott van fikás is már. Ilyen három ugra. Jó, ezzel kiszedem ezt a sok trollt. Így meghalnak az ugrék is. Mondjuk az a tangár. Két sárkány elő volt itt, miért csak egy? Mindegy. Eztek fikások. És a sárkány bekapja, amit megérdene. Halált. Megmentettem a szegény kis sárkánykölyköt. Milyen jó lenne, ha csatlakozna hozzám. Milyen nagy sebzést okozna ez, basszus. Jó, hogy még egy kör. Jó, akkor. Akkor legyen ezek a mérmidonok elsőnek. Jó, hát... Na, van itt azért sárkányon bőven. Hát akkor megadom azt az egyet. Köt egy magában áll. Trollokat. Így, né?
Hát már jó, hogy sorra kerülsz, de nem sokáig. Jéjjj. Köszönöm, emberek. Meg is tud beszélni? Nekünk köszönt, hanem az apádnak, mióta vagyunk most itt. Hát ebben van? Ebben bizony, de azt hiszi rólad, hogy meghaltál. Siess azon különben, hogy megelégett a bánat. Köszönöm még egyszer nektek, emberfi harcosok. Bármikor szükségetek lenne rám, a barlangunknál mindig megtaláltok. Ott az apámmal is találkoztatok. Nevem Ignis. Suzuki. És lássuk akkor, milyen jutalmat kapunk. Mit akarsz, emberfi harcos? Hol vezet ez a barlang? Az egyik bejárat annak a föld alatti barlang rendszernek, ami keresztül Kasu beállza a narodt földjét mélyét. Esetleg a barlang házata kiállt a barlang közében is? Természetesen is mondtam, hogy barlangok és folyosok húzódok alatt. Testelt ad. Várjunk csak, te is ugyanarra gondolsz, hogy mire jön? Pontosan miért menjünk kereszt a kanyonon, ahol könnyű prédái vagyunk minden lesbe támadó ellenségünknek, amikor vagy biztonságos út is. Most legalább biztonságosabb. Jó elgondolás, már csak az a kérdés, hogyan jutunk át a barlang rendszer vezető nélkül. Egyedül nem leszünk képesen megtalálni a kivezett útat és menthetetlenül eltévedünk. Ez így igaz, a barlangok valóságos föld alatti labirintust alkotnak. A járatokat egyedül a hegyi törpök ismerik annyira, hogy biztonsága el tudjanak benteket kalózolni. Hát akkor menjünk is kérni tőle segítséget. Az nem fog menni, a törpök sose fogják megmutatni az utat egy idegennek. Másik a fiam itt lenne, hogy biztos szívesen megkérni őket, hogy sejtsenek rajtatok, nagyon sok több barátjam, bár meg kell mondjam, én kezdettől fogva furcsáltam ezt a barátságot. Egy sárkány miért akarja az idejét ilyen mitugrászokra fecsérelni? Én is tudsz nekünk segíteni? Hát persze, van egy jó barátom, akik Reignar, ő úgy ismerje a játokat, mint a tenyerét. Mehetek egy Giant Weave-be és keresítek őt a kocsmában. Mondjátok majd neki, hogy Ignis küldött benneteket. Köszönjük. Tartozom neked, emberfi arcos, megmentetted a fiam méltét, és soha nem leszek képes eléggé meghány neked. Annyi aranyat adok, amit csak elbírtok, de még ez sem lesz arra, hogy illendő meghányom neked a segítséget. Mondjuk ezt választom akkor, és rá mindig számíthatsz. Főt, én persze, és Varkül pedig itt még egy ajándékot szántokra. Meg fog... Szóval akkor vagy aranyat ad, vagy májikus el a képességet. Hát... Most aranyból úgyis van egy csomó bőven, úgyhogy... Szerintem májikus el a képesség az jobb most. Itt is van a törp. Te vagy Reignar? Kikérdezni, nevem Alexander, és Ignis küldött. Ignis? Ha, hogy van az a vén lókat ő? Most már jobban, ő mondta, hogy te tudsz nekem segíteni. Most ha Ignis azt mondta, akkor ez így is van. Miről lenne szó, miben tudnék én segíteni? Szükségem van valaki, aki keresztül kalózol engem a föld alatti játokat. Egészen barlang városáig. Csak ennyi? Hát úgy, hogy már ott is vagy, úgy is menne az analott földje alatt húzódva egész barlang rendszert, mint a tenyered. Tudom, Ignis ezt és ezt mondta, és pontos ezért kérem a segítségedet. A drogát barlangjára fogok rátok várni. És akkor végül is... Hát erre hamarabb is rájöttem volna. Na mindegy, én megoldottam a nehezebb módszerrel, nem? És akkor ezzel tudok Warland, még Giant Wheel között mászkálni. Letesztelem már akkor, hogy ez milyen. Szerintem jó, hogy megmentettem a sárkányt, hogy megöljön, nem? A barlangrendszerek számos kiálltam, hova akartok eljönni. Ha. És akkor idáig vezetett, jól van. Na mindegy, ez is megvan. Legalább... Hát ilyen kis mellékküldetés volt ez. Na akkor irány! Ajrat, igaz? El kell jutnom Hassadamba, nagyon remélem, hogy ismered az oda vezető útat. Persze, hogy ismerem, de uram, Hassadian egy rendkívül veszélyes hely. Szeretnék figyelmeztetni, hogy tudom, csak kormányoz jó irányba hajót. Ahogy akarod, uram.
Megérkeztünk, uram. Mi történt az országommal? És pontosan egy azt gondoltam, amikor először megpillantottam olyat vala a gyönyörű földjét én állapotban. Hát ez valóban nem szép látvány. Meg kell állítanunk ezt az őrletet. Meg bizony. Úgy is megyek rá erre a helyre. Úgy gondolom, hogy Ansan innen délre kell, hogy legyen. Nagyon fogod bevenni az erőt. Sehogy, nagyon erős, jó érthető erőt. Egy ostrom hosszú hónapokig is eltarthatnak, más megoldást kell találnunk. Majd az odafelé vezető úton kitalálunk valamit, akárgy is, amit megvan az ötlet, beossanak a kastélyba és megölöm Beliárt. Legyen nagyon óvatos. Veilár egy igen erős téma. Ugyan nem olyan erős és hatalmas, mint Samael, de ezért mégis. El kell pusztítani őt, aztán már csak megkölnünk a Wolfgardot. És már is a kezünkben lesz Samael is. Ez menni fog. Még ebben nem kételkedem. Ezzel a tényleg megtisztítom az utat egészen Morjó váraig. Én pedig megkeresem Milliárra Mátyit. Rendben van, Frederick. Majd elviszíteket oda, ahol mondjátok. Frederick, amint ezzel végeztél, szabad vagy, mehetsz a dolgodra és a hajót is vidd magadtól. Már megbocsáss, uram, de ha ezt megtenném, akkor ellenétek zárva a külvilágtól, és csak magatokra számíthattok. Biztos, hogy benne, hogy így vágnál be a küldetése? Szóval nem is lehet visszajönni? Egyáltalán? Szóval nem lehet visszamenni Ogantárba, biztos? Ezt meg át kell gondolom akkor. Tehát azért nézzük meg, még jó, hogy csináltam előtt a mentést. Nektek is barátom, Istened, uram. És akkor innen nem is lehet már visszamenni? Sehogy se. Nézzük, hol vagyunk. Ó, hát az Ertessel valami nagy terület. Lehet, hogy inkább előtte megveszem a sereget, amit csak szeretnék. Mert hogyha Frederick elhagyja és tényleg nem tudok visszavenni, az nagy gáz lenne. Csináltam előtte egy mentést, mert tényleg nem akarom azt, hogy ezzel szarul járnék. Csak mik vannak itt? Mert egy csomó bérgyékos. Démonológus. Az mi? Démonológus. Ez minek a fejlesztés? Nem tudom. De eddig tartott. Lehet, hogy ennek a sötétbotnak, nem? Lehetséges. Inni. És vettem már három sárkányölőt is. Inni. Ez meg is van. Következő. Ki a következő? Csomó bérgyékos. Gangrú. Akkor én a gangrú elsőnek. Inquisitor. Szépen kidőlnek sorjában. Égyni. Hát így kell megoldani, nem? Na, szintet is léptem, király. Nem tudom, elég köpélyezni a vállunkat fejére, megmentettél minket. Még szükség köszönhetre, ez itt az én földem, és az én pirodalmomban nincs helye ilyen ocsmány szörnyeknek. Akarj is tessék itt a páncél, nem túl erős, de legalább. Megakadályoz a mozgásban, és a gyorsaságnak és a mozgékonyságnak legalább akkora a szerepe a győzelemben, mint a puszta erőnek. Köszönöm. Kaptam egy szó helyi ruhát. Nézzük csak meg milyen.
kéne berakom. Ó! Ó! Nem is rossz, legalább sokkal gyorsabban mozgok. Király! Benyomja a turbót, Alexander! Ez tök menő. Ennyire gyorsabb így közlekedne azért legalább. Köszönjük szépen a páncélt, haver. Na és akkor... Merre kéne elnézni? Nézzük már akkor oda le Próz városába. Hú, basszus. Azért rengeteg ölni való van itt, azt látszik. Meg szerintem le Próz városába se lehet bemenni. Vagy igen? Jó sok arc lesz itt, az biztos. Na, itt egy láda legalább. Üdvözletem, ninja vagyok, engedj be. Harcosok nem léphetnek be a kastélyba, ezt a nagyú parancs. De hát ti kértétek segítséget, nem? Fogalmam sincs soha, hogy miről beszélsz. Harcosok semmilyen körülmények között nem léphetnek be a kastélyba. Menj el. Most a népe jó sokat fizetett nekem azért, hogy segítsek nekik. Te pedig most azt állított, hogy semmit sem tudsz az egészről, és nem akarsz beengedni? Hogy támad a türelmem mindigen? Csak úgy, mint az enyém csuhás. Addig innen nem megyek el, amíg ki nem derítem, hogy folyik itt. Vagy tetszik. Mi folyik itt? A város lakói segítségünket kérték, szolgáltatói bukásra meg kell fizetni, de még meg is érik azt a sok pénzt. Igen. És most így mit kell csinálni? Nem tudom. Na jó, szerintem ilyen fogás csak. Ez mit tudom mondani? Sejt sajtom arcos, mi történt? Albin vagyok, zarándok. Beláttam együtt, el akartuk hagyni a hajratot, de mint vitorát akartunk bontani, kihozzunk egy csapat rémséges szörny rontott ránk. Nekem sikerült emelkedő segítséget hozzak, de sohasem találtam senkit, aki segített volna. Se a falkon belül, se a falkon kívül. Most is hívva, hogy mi beszélgetünk testvérem haldokon. Azt mondta, hogy bent járt a kastélyba. Hogy jutottál be? Csak a harcosokat nem engedik be. Hozzám hasonló egyszerű zárdogok szabadon járkáltnak ki és be. Nagyon érdekes. Szóval úgy tennénk, mint a zarándokok lennénk, és most egyáltalán nem úgy nézel ki, mint egy zarándok. Az örök sose hinnek neked, talán ha mi is megerősítenénk, hogy valójában közénk tartozol, nezsem a testvérét, mit pedig cserébe segítünk neked bejutni a várba. Nem volt, hát azt már megmentettem. Ja, ez nem lett igaz, ne sértődj meg ezen, de van tudja, hogy igazat mondasz. Bizonyítékra lenne szükségem. Rajtam van a páncél, hogy a baszod. Nos sem, hogy amikor majd élve éppen és egészségesen viszont látod barátaidat, a látványsét majd meggyőzni. Na jó, akkor majd beszélnem kell még azzal, de én nem fogom folytni szerintem a következő részbe. Azzal, hogy csinálom akkor ezt az ansami küldetéseket, hogy elkezdem itt a harcokat. Akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, feliratkozzon fel, és találkozunk a következő részbe. Addig is sziasztok!